Félautomata losolórendszer működés közben egy kis kertvizsgálattal, hogy mégis mi található a fóliaházamban. Kérem szépen, van itt ilyen, hogy sárga paradicsom. Még egy kocsot is letörhetem menet közben, meg dolgozunk is. Az is egy sárga paradicsom akar lenni, csak még nincs rajta. Hát ott megette a féreg, még mielőtt megnőhetett volna, nem lett pautolva, nem volt. Ez egy ilyen paradicsomfa akar lenni, talán nem is tudom, bulgár paradicsomnak nevezik. De ez is hozza a kis bogyókat. Ja igen, közben az automata rendszer. Csövön jön a víz, lyukak vannak rá fúrva, hogy nem mossa ki a gyökerét, ezért szívas darabka van ráhúzva, hát ennyi az egész rendszer. Csak a tövét locsoljuk a mindennek. Nem az egészet. Kivéve a paprikánál, ott még nincs kiépítve a rendszer, de ott is ki lesz majd építve. Csak nem egyforma a locsolás igénye a két növénynek, a paradicsomnak és a paprikának, úgyhogy paradicsom kirohad annyi víztől. Van itt ilyen, ez is ilyen paradicsomfa akar lenni egyébként, de ez másabb fajta, mint ez a bulgár kivitel. De szépen sorba hozza kifele a termést, soronként, és itt több darab van ebből a fajtából. Jelentem most június, tehát 2014. június 15-e van per pillanat most, amikor ezt a videót felveszem. És az bizony, hogy hát pirul. Szépen megkocsoltam, mikor nem engedtem azért sokba elmenni, de már némelyik már túlfut a karón. Azért már... Hát már... Hogy fogjam, hogy látszódjuk is. Hát itt-ott, ha mindjárt magasabb lesz, mint én. Tudnak valamit ezek a paradicsomok. És hozza is szépen a termést. Vannak itt későbbi példányok is. De viszont ők is hozzák a termést szépen. Szép kis bogyója van neki. Hát ők még nem pirulnak teljesen, de azért majd fognak. És itt vannak a legkésőbbi példányok. Már ők késői fajták lesznek, de viszont nem ez a fajta, mint ez. Hanem ilyen sima paradicsom. Úgy legyen többféle. Úgy van kitanálva a dolog. De majd ők is. Már a másik mire lepusztul, ezek még akkor is fognak dolgozni. Vannak itt paprikák, a paprika is szépen virágban van. Néhol még paprikát is láttam. Mert az bizony egy paprika, igaz, hogy olyan apró, hogy valami hihetetlen, de az egy paprika. Mert ott van egy nagy paprika. Na megpróbálok oda zoomolni valahogy, csak remegni fog a kép. Azt hiszem ez pritamin paprika akar lenni. Ez a szélső sor. Összekeveredtek a palánták, mikor ültettem. Úgyhogy majd látjuk, hogy mit terem. Innen is hiányzik egy paprika. Azt is megette a féreg. Az az egy apró, az meg befele nő a fejüdbe. Én nem tudom, mit akar az, hát. Csak nő befele a fejüdbe. Az uborka az dolgozik. Lassan, de biztosan. Hát így néz ki ezen a mostani időben a kis faulia házacskám. Ilyen a termés hozam. Paradicsom szépnek ígérkezik egyébként. Tehát most még akkumulátorról üzemel. Mindig még ide vezetve neki a mi egyéb, de egyébként kísérelem megmutatni valahogyan. Hogy mennyi az annyi. Ő a kis szivattyunk, egy kis mini búvár szivattyú. 12 voltról üzemel. Ajánlott befedve tartani a vizet, mert túl nagy koszokat nem viseli el, az ilyen leveleket, mi egyebeket.
Ha beleesik, azt nem szereti. A processzöket beszívja, azzal nincsen gond. Szép csendbe jár, majd kap egy programozó órát, és akkor programozható órát végül is, és akkor szépen. De egyébként már stabil, egy hónapja üzemeltetünk, és szeretik a palántát, és úgy látom, meghálálják szép a termés.